Na gyertek! Ebben úszó tápran. Szerbusz, jó reggelt, drágám! Mi a pálya? Kaptál reggelit? Szia Vikikém! Üdv mindenkinek, gyerekek! Szia Monyó! Szia Bükkös Zsuzsanna! Szia Zsuzsi! Na gyerekek! Szia Csabi! Melinda! Szia Gizike! Noémi, Kati, jöttök, gyertek csak. Petike, szia. Ózike, szia, szép napot. Szia Rika, szia Erzsike. Ja, Erzsike, szia. Gyerekek, látom azért már egy csomóan megtanultátok, hogy nagybetűre írjatok. Hát ugye ez nagyon fontos, mert süt a nap, és leárnyékolja, vagy le kell árnyékolnom a telefonomat, és alig látom, amit írtok. Szia Réka, a neveteket meg szinte alig látom. Szia Black Royale. Úgyhogy most szeretnélek körbe, csak a rossz szemed volt be. Hát nem egészen a szemem, mert van baj, hanem az éve, hanem a... avval is, amit írtok, tehát elég nehézkesen megy az olvasásom így. Szia baba, szép napot neked is. Totó, Lulu, Titti, szia. Na, először kezdenék a... Totó, gyere ide! Gyere, ne menj el! Totó, bele ne menj a vízbe, mert akkor elmegyek, hát pedig belemegy. Úgyhogy marha jó. Totó puposkodik, igen, mert ott ment egy látogató. Fodor Hajni, szia! Na én lesz, megint a kamera túloldalán leszek. És gyertek velem, szia Zita Hajni, és gyertek velem, körbevezetlek titeket majd a madárparkba. És ugye majd mutogatom nektek itt a madárkákat, most már kezdenek szépen színesedni. Gyerekek, nyomjátok a lájkokat, osszátok az élőt, minél többen legyünk, és kövessétek be az oldalamat. Most meg volt a reggeli etetés, most már elkezdtek a látogatók érkezni. Ennek a látogatóknak szevége szahossza nincsen. Még azt hittem, hogy majd az ősz az egy kicsit lazább lesz, de nem úgy tűnik egyelőre. Na, jön is a Totó kifele. Gyere, dagadt! Hát, szerbusz! És akkor adom a Krisztiánnak a telefont. Én megadom a tárkot. Jó. Maradhat nyitva. Jó van, nem van. Hát, szerbusz! Jó reggelt! Hát, köszönni ki fog? Köszönni? Hogy kell köszönni? Mutasd meg a gazdinak. Köszönni nekem. Ez is egy alga vagy szar? Köszönni, hogy kell. Nem így. Hát hogy szokottatok? Hány kiló Totó, olyan 12 körül lehet? Igen, 10-12 körül van. Tesszük ki azt. Na vegyél belőle kicsit. Jaj, ez csak turkálás. Itt maradt a csőrödön egy szem. Nem is eszik. Hát szia! Hát kiköszön a gazdinak? Bezony! Nagyon ügyes vagy! Nagyon jó vagy! Na majd visszajövünk a végén, és akkor kiengedlek ide, jó? Meg hozom a Lulut, jó? Kihozom a Tittit a boxból, hogy eddig pihengessük. Azt mondják, ha elköltöző Burgerlandba, akkor kevesebben lesznek. Miért? Azt nem tudom. Gondolom, hogy Totó miatt. Ja? Mi lennünk kevesebben? Amint a nézők? Ja, lehet. Ja, szerintem nem tartom el a színűnket. Hát szia! Hát mi van? Hát ott is madárpark lesz, úgyhogy onnan is követni kell. Az világ minden tájára tudtok követni, mindegy, hogy merre megyek. Na gyertek, menjünk tovább. Mutatom nektek a
madárparkban többi lakót, és akkor majd a Totóhoz a végén visszajövünk, és kiengedem, meg ugye a Lulut is felhozom, és meg a kis hattyút. Na itt vannak a, ugye ő a fekete szárnyú páva, kakas. Ugye ilyenkor nincsen nekik farktollazatuk, mert ilyenkor vedlésbe, ugye levedlették július végén, és ugye most elkezdik növeszteni, és jövő márciusra viszont már nagyon szép lesz nekik a farktolluk, ugye már akkor fogik kezdődni a násztánc, és ugye majd akkor lesz nekik a legszebb a farktollazatuk. Gyerekek, nyomjátok a lájkokat, meg a megosztásokat. Itt vannak a hagyományos indiai páva, van itt köztük fehér páva. Gyertek! Még ezek össze szoktak veszni általában a tápon. És ugye ott jönnek a kis pávák is érkeznek. Meg már mindjárt jönnek a koronás daruk, szoktak még ilyenkor jönni. Ugye ők is ezt a fehérjedós tápot nagyon szeretik. Ugye ez, főleg a kakasok ugye megint ugye vedlésbe vannak, de sőt most már nem is a vedlésbe, hanem most már nől nekik a farktolluk, és ez a fehérje tartalom, ez sokkal jobban tolja őket. Nézd meg, jönnek a koronás daruk. Nekik még vedlik a nyakuk, ugye az vedlik ki utoljára. Itt a kispávák nagyon eszik ezt a tápot, ez nekik is különösen jó. Ezzel tudom pótolni nekik a bogarakat, a szöcskéket, a tücsköt, meg az ilyeneket. Tehát a magas fehérje tartalom, ez nagyon-nagyon-nagyon jó a kispáváknak. Azért is szoktuk őket egy nap kétszer-háromszor etetni speciális táppal, hogy a szintet tartsuk nekik, a fehérje szintjüket fönt tartjuk nekik. Ja, nem kell. Gyerekek, nyomjátok a lájkokat, meg a megosztásokat, azt nagyon szépen megköszönöm. Gyertek, menjünk a röfögős libához. Azt úgy hívják, hogy Ausztrál Tuklur. Szevasz, Röfi. Na, hogy kell röfögjél itt akkor? Olyan hangja van, gyerekek, mind a malacoknak. Tehát ez röfögés kell, nagyon tud, majd nem tudom, hogy mikor szólal meg. Ilyen nagyon ilyen körömleszedős liba. És foszforeszkál a csőre, a sötétbe, amikor ezek vonulnak fönn az égen, röpülnek csapatokba. Ezek egymást látják a sötétbe, és úgy követik egymást. Ugyanúgy, mint ahogy az őzek az erdőbe, ugye ő nekik meg fehér a segjük az át, azért, mert azt úgy hívják. Ez az át az ilyen élőzésnek, hogy ugye mondjuk. Na mindegy, a Luluka itt táplálkozik. Állják körbe a többiek, mindenki várja a sorsát, a sorát, a jussát, mindenkinek csurranjon, csöppenjen valami, tehát senkinek esélye nincs, amíg a Lulu figyeli a kondéros bödönt, elmegy be, és ilyenkor gyorsan a többiek tudnak lopni. De azt a Lulu észreveszi, akkor mindenkinek menni kell az edénytől. Ezt mondják, akadozó. Azért, mert hívtak telefonon. Tehát a kondéros bödönből akárki nem ehet. Sőt, mondhatni senki. Úgyhogy... Azt nézi, hogy ki tud megtámadni. Pempő baba az majd később jön. Micsoda? Pempő merre van. Ő Lulukat nagyon tudja. Itt vagyok, itt vagyok. Na, ügyessen, csak ügyessen. Nem kell. Nyugodtan egyéb. Látod, nem lopja el senki. Ezt a kis éhenkórász. Egyébként mondom, Lulu nem is igazán szereti ezt a kaját. Egyébként nálunk nagyon érdekes dolog az, hogy a madárparkunkban tudjátok kézből etetni a madarakat. Az összes madarunk kézből eszik. Lulu, itt az edény. Mindenkit elkerget. Van egyéb. Tehát nálunk ez ilyen érdekesség a madárparkban, aki ellátogat hozzánk, hogy kézből tud... Hát a Luluk az... Igen, tehát olyan irigy, hogy valami borzadály. Ha bárki eljön hozzánk, tudjátok őket etetni. Lulu, gyere ki onnan!
Mi van? Itt van, gyere. Kérsz még? Egyé. Igazából nem is szeret picu. Csak hát a full gáz, ahogy viselkedik. Úgyhogy nagyon. Lulu osztja itt az észt rendesen. Igazi hisztis nő. Egy-egy szemet meg eszik, de inkább csak turkálja. Ezzel ingerli a többieket, hogy ha-ho, én meg itt vagyok a bödönné. Nézd meg, most elmegy. Mindjárt észrevesz, hogy valaki oda megy, figyelj. Hát, esélye nincs neki. És úgy csinál, mintha milyen étkes volna, figyeld. Tehát egyszerűen mindjárt figyeld, meglátja, hogy az edény itt van, üresen, nincs aki vigyázol rá. Majd akkor vigyázz ő rá. Nagy tónál vagyunk, nem, igen. Igen, nagy tónál vagyunk. Nem győzi zavarni a többieket. És nézd meg, itt hegyeskedik. Katasztrófa ez a liba, esküszöm. Ez úgy genyó, ahogy van. 56. És 16 000. Nyomjátok gyerekek a lájkokat, mert hogy nem kerülünk forjúba. Úgyhogy ezt nagyon szépen megköszönném nektek, hogyha megosztanátok az élőt, legyünk minél többen. Főnök asszony! Ja, itt van. Itt van. Csak elbújt most a hátam mögé. Mindenki. Lulu egész nap ezt csinálja? Nem, csak mikor itt van a Gábor. Ja. Ez nekem produkálja magát. Mi van? Gyere, vigyázzunk rá, gyere. Ide állok én is. Jó így neked? Na ilyenkor nyugodt, hogy akkor így nem lop senki belőle. Lulu, ne csináld a picskódat. Az a kis bukó réce, hadd egyen már. Nagyon-nagyon gani egyébként. Mi van, Lulubel? Ne csináld. Ezt váltott ki a nőből. Ki? Ezt írta a Viki. Ja? Igen. Szóval akkor Viki is itt tűne a izé mellett, a tartály mellett, azt kapkodná a madarakat? Persze, meg a tápot. Viki ide ülne, táp mellé, és akkor kapkodná is a tápot. Igaz, hercegnő? Látjátok, elmegy a Lulu. Nem igazán szereti, hogy simogatják. Ez a reggeli etetésnél azért itt zajlik az élet rendesen. Azért több száz madár. Mi volt az a Lulu? Nézed? Volt egy kérdés, pörgess már vissza. Lulu mégis fél Tittitől? Nagyon, majd mindjárt meg is mutatom. Totótól nem fél, tehát abban úgy össze van spanolva. De a kis Titti az aztán osztja neki az ívet. És érdekes, hogy itt a nagy madaraknak a Lulu neki megy, és a kis hattyútól meg mégis tart meg fél, és valamilyen formába megretten tőle. Tehát egyszerűen nem értem én se, hogy miért. De egyfolytában nézzétek meg, hogy fenyegeti a többieket. Na gyere, hercegnő, mutasd meg, hol van a Totó. Gyere, hol a Totó? Gyere, Muti. Gyere, keressük meg a Totót, gyere. Gyere, gyere, gyere. Ne, ne csináld már, na. Ne csináld, gyere. Jó. Gyere. Csakalom. Gyere, gyere. Gyere, gyere. Menj előre, mutasd meg, hol a fakta. Hol a fakta, mutasd meg. Nem csak a lábát. Gyere, gyere, gyere.
Na, merre álljak? Gyere, jó van. Meg annyi, hogy a Lulu nem mehet oda be. Nem. Jó, már főnökösködik. Összeverekszik mindenkivel. Gyere, Totti, gyere, 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 kimegyünk. Gyere, jössz ki? Gyere. Ne, hogy egyből jön, tehát nem szokott így izélni. Gyere, Totó. Gyere. Lulu, oda nem mész be. Gyere, 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 mert becsukom az ajtót. Gyere, mert itt hagylak. Gyere, megyünk. Egyi addig. Nem. Jó, hogy befele akarsz menni, de nem fogsz. Gyere hát, Totó. Hát meddig kell neked könyörögni? Gyere. Gyere, drágám, gyere. Ilyen, ugye, túl, kicsit túlsúlyos, azért mindig meggondolja, hogy mikor jöjjön ki. Gyere, Totti, gyere, gyere, gyere. Nem, Lulukka, te nem mész oda be, addig csípj egy pár falatot. Totó, gyere hát, gyere, gyere. Gondolkodik, hogy jön, melyik oldalon jöjjön ki. Gyere, gyere, gyere. Hát igen, mert ugye nagy testű madár, azért ő nem úgy közlekedik, mint a Lulu, hogy kipattan, aztán már indul is. Gyere! Na nem gondoltad, hogy megvárom, még itt lezsírozod magad? Akkor benn maradsz. Gyere! Luluka nagyon figyel, úgy szeretne oda bejutni. Nem, 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 mert tudom, hogy egyből verekedsz. Gyere, Totó, gyere! Na végre már megindul. Gyere! És akkor kihozom még a kis hattyút, abban mondjuk a Totó elég jó el van. Még fenyegeti a Totót is. Menj arrébb! Gyere! Vigyázz, mert oda csap a Totó. Mondjuk a Totót nagyon tiszteli. Mennyien vagyunk a live-ban? 68-an. Táp? Hát ez nem sok, gyerekek, a 68 ez nagyon sovány. Tehát te is pont. Gyere. Rányom. Ezeknek megosztom. Egy 10-15-nek. Hát szervusz, hát köszönni a gazdinak. Hogy szoktál köszönni? Idegesít a Lulu, mi? Azt tudom, az mindig idegesít téged. Hát szia. Hát köszönni a gazdinak. Hogy szoktál köszönni? Ha? Gyere, gyere, Totó. Mindjárt kihozom a kis hattyút is. Nem. Szerintem nem fog nektek menni. Gyere, Totó, gyere! Csípett már meg Liba, úgyhogy... Mi? Mondom, Liba már csípett meg, úgyhogy nem az a hűde veszély. Akkor ezt csinálja, amit most is. Én folyamatosan támad, és ezt kell csak neked ne. Elég nagy a kert? Igen. Na, itt támad meg egy hattyú egy embert. De kaptunk is érte egy rózsát. Totó! Nem szabad! Totó! Totó, állj ele! Ellen törje a szárnyát. Menj be oda! Totó, állj már le! Nem szabad! Nem szabad! Gyere! Gyere! Kis Gyere, várjál, nem? Gyere, Totó! Nagy
kicsiben. Gyere, gyere, gyere. Gyere, gyere, gyere. Hát azt láttad volna, hogy nem engedett meg. Hallott, hogy pakkod. Le van, várjál, elveszem, átveszem. Toto! Álljál le! Ne csukd be, mert kiüti az üveget. Ja? Csak, ne, nem el, kiüti az üveget. Na. Súnyó, kaptál rendesen. Azt mondták, kaptál rendesen. Ilyen lett a kezed? Ez az, hogy csak megfogta? Uh-huh. Oha. Na, így néz ki. Csak annyit csinálta a hattyú, hogy megfogta Krisztiánnak a kezét. Jó, van, kezet fogott vele. Jó, persze, persze. Hát ő így tud. De marha erősen tud ütni a szárnyával. Azt mondtam. Ezt tudom, igen. Én attól fogtam, írja az Ákos. Azt a kurva. Petrus írja, az igen. És eltalálta a vádlidat? Uh-huh. Lábadat? Tehát ott nincs ők. Nem zsibbad? Nem. Igen, nagyon erősen üt. A hasadat is elkapta. Mutathatom? Mutathatom. Elkapta a hasát is a Krisztiánnak. Az meg így néz ki. Hát igen, tehát tudom, hogy brutális. Pont nem láttam. Hát ezt annyi, hogy megfogta a Krisztián uh-huh. hasát. Meg a kezed, az mutasd, az nagyon gáz. Ez csak annyi, hogy fogott rajta. Írták, hogy végre van egy kis esemény. Na, végre! Na nézd is, ha ott emeltük, már is jobb. A Kálai TV az nagyon túl kedves tud lenni. Ha, igen. Szegény Krisztián, de élőben láttuk, hogy támad Toto, Bunyó, Petrus. Hú, de gyógyuljon. Gábor, téged védett. Igen, tudom, nagy Bunyó volt, jobbulást. Lenyomorítod a rokonokat, basszus. Legalább láttak ilyet is, hogy ki engem egyszer találtál véletlen a vádlimat. Hát ez csak a sípcsontom, de az is pirú. De igen, hát eltalálta a sípcsontját is a Krisztiánnak, és most már kezd pirosodni neki. De Toto mindenki jól végezte dolgát, az úgy rendben is van. Ezért nem szoktuk úgy, hogy valaki tartsa. Jó, hát most ez van. Ugye a másik volt. Ezt is próbáljuk. Lulu, itt, az itt van a Lulu. Az nem kapott sokkot, hanem azt vettem észre, hogy szurkolt a Totónak. Mert hallottam egyfolytában gágogott. Szia, Évike! Na gyertek ide le a vízhez, gyertek ide az itatóhoz. Totó! Hát sejtettem, hogy hát a Totó ilyen sajnos. Juliska, köszönöm szépen a rózsát. Az élvezte. Hát igen, a Lulu az alapból genyó. Tehát ő nagyon szereti az ilyen dolgokat. Gyere! Titi! Gyere! Toti! Gyere! Na, ide repül hozzám. Gyere ide, drágám! Nagyon ügyes vagy. Ja, és repül ő is! Ő is repül! Ja, Istenem! Lulu még buzdított a Totót. Igen, a Totót, igen, a Lulu az gerjeszti. Mert ugye mondtam nektek, gyerekek, hogy a... De gyönyörűek. Igen. Tehát a Lulu az még fokozni tudja, ezt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy a visításával még hergeli is a Totót, és a Totó annál ingerültebbé válik. Gyere, Titti, gyere! Gyere! Gyertek ide hát! Mindjárt jön a pici Titti, az majd mindjárt intézi Lulut. Gyertek! Lulut imádom. Gyere ide, repülős bajnokom! Nézzétek csak, hogy megtámadja a Lulut. De szerintem a Lulu el fog menni, mert tisztában van vele, hogy, hogy tartani kell tőle. Ott van a hisztigurum, az én barátnőm. Igen, igen, igen. Gyere! Igen, a Lulu az nagyon tiszteli a Totót, az mindenképp. Hát szia életem! Te miért kellett verekedned? Mi? Miért verekedtél? Miért verekedtél? Megfordítom a kamerát. Drágám, hát mi volt ez a cirkusz? Hát mi volt ez a cirkusz? Miért verekedtél? Mondd meg nekem. Hát miért verekedtél? Mi? Miért volt balhé? Ide jöttek a területünkre? Köszönöm szépen, Ildikó, a rózsát, köszönöm. Ha, miért verekedtél? Nem szégyelted magad egy cseppet se, igaz? Lulu meg adta alád a lovat.
szokásához híven. Úgyhogy a szurkolt, hogy minél jobban verje össze a Krisztiánt. Köszönöm szépen a rózsát. Mi van, picurkám? Egy így gyorsan, így áll is. Oj, komolyan. Beleüti az asztalba rende. Jújúj, 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 ó, jújj, lajaj, elkapták a bőrödet. Na mi van most? A Lulu megemberelte magát. Édes Istenkém, gyere le. Hát mi történt? Szia, Zsuzsika. Hát mi történt, Tittike? Elcsípték a gatya szárát? Mi? Elcsípték a gatya szárát? Júj, és most a fész is tőle, bújszod a Totó mögé. Na hát, Totó meg jön a tekintélye. Lulu tiszteletbe tartja. Na, gyerekek, megtört a jég. Szia, szép napot kívánok neked, én Győrből. Szia, szia. Ma is kemény mindenki. Kemények, mint a Vídia. Jaj, már menekül. Úristen, mekkora ívbe kerültek ki, Ildikó, köszönöm szépen az ajándékot. Milyen nagy ívbe kerültek ki a izét? A Lulut. Na nézzétek csak. Luluka, gyere ide a picihez. Legyetek már barik. Titike, lesz-e a barátja? Sportújságom aludtak. Ma úgy látom. Nagyon kemények. Igen, igen. Totó, ki ne borítsd a tápot. Cirkusz van, már is felment a nézettség. Ez igen, ez így szokott lenni. Luluka. Látod, azt mondják, hogy megugrott a nézettség. Hát gyere közelebb, és úgy próbálj meg elfutni előle. Mert utána dröpül ám. Várjátok csak az őrt, megvár. Hello. Csak megvárom, mert... Igen. Totó, nem. Hihetetlen cukik, igen. Totó, álljál le? Nézd csak, Krisztián. Nem felejtette téged. Totó, gyere vissza! Mindjárt oda, arra menj, azt röpül utánad. Ha kicsit gyorsabban mész, fölröpül. Figyeld, már készül, rakétaállás bekapcsolva. Mi van, Titti? Jaj, te már röpülsz is. Júj. Totó, nem szabad verekedni. Akció van újra. Szerintem, várjál, ide hív föl, és ha elfutsz arra, hallod, ha elfutsz arra, akkor fölröpül utánad. Nem, védi a területet. Azt írták, úgy látszik, hogy sportolni szeretsz. Igen, futni szeretsz. Figyeljétek. Nem megy. De megy! Jaj! Menekülj! Áááá! Várjál! Júj! Gyere vissza! Mert mindjárt elé állok! Gyere vissza! Álljál le! Lulu, menj már innen a bánatba! Te hergeled! Totó! Na most még a Lulu is kapott! Álljál le! Miért kell verekedni? Mi? Mi a baj? Nem kell cirkusz! Mi? Ne. Azt mondja, nem bírom. Na menjetek, egyetek. De te gerjeszted! Menj innen! Ez a lázító. Nem bánt téged. Vigyázz rád. Igaz, Totó? Nem bántod? Nem szabad bántani, Tittit. Nem. Totó! Jó van, nem bántja. Aha. Nyugodjál le. Ez a Lulu, ez full gáz, gyerekek, extrán gáz. Hello! Hello! Jaj, imádom őket. A gyerekek. Nézettség 118. Gyerekek, nem mondjátok most komolyan, hogy nem szeretitek a lájtos videóimat, ahol nem történik semmi, csak mindenki jön, megy, eszik. Ne bánts Lulukámat, jön a front, mindenki erős. Meghalok, csak kóstolgatja. Főzök, közben hangosan röhögök. Most elkapott megint? Csak a pólódat. Ja, csak a pólódat. De láttam, gyorsabban dobog a szíved.
Figyelj, ez, Totto, ez olyan, hogy bekanyarodik, ezt tudám kanyarodni is. Szalag. Azt gondoltad, attól a kis zsinortó megáll. Ügyes vagy, Tottikám, nagyon ügyes vagy. Megvédted a birtokunkat. Azért nem szeretnék a Krisztián helyébe. Serba kifárad. Ez a mocskoska. Te gerjeszted a feszültséget. Te miattad duplán beidegedte magát. Na, csak menj oda a Tittihez. Menj oda. Imádlak benneteket, de szuper jó a live. Köszönjük szépen. Már megint kiszúrt magának. Totó, álljál le! Álljál le! Gyerekek, kövessétek be az oldalam. Azt nem jönnek többet a Krisztián. Azt mondja Vikitól, mostanában nem jöttek ezt helyre. Én imádom a live-donet, de ha te csinálod. Ja? Hát most muszáj vagyok, mert el kellett vegyem a telefont a Krisztiántól. Mert nem tudott videózni, mert a Totó teljesen neki ment. Gyertek, drágáim, gyertek ide. Gyere ide. Figyelj csak, te meg komolyan mondom, ne csináld itt a feszkót, mert miattad van a cirkusz. Piros póló nem tetszik, nem az póló. Szia, Piroska. Pólóval nincs baj. Az, hogy a területünkön vannak. Kérdezte a Gizella, hogy a szárnyával is nagyot tud ütni, Krisztián? Igen. Bevörösödött? Sípcsontom, befirosodott. Befirosodott a sípcsontja. Már megint indul. Csak várjál, ne csukd be az ajtót, meg kiüti az üveget. Nem szar. De a Lulu már megint jön és csinálja a feszkót. Ettől gerjed be a Totó egyébként. Miért ment neki? Azért baba, mert védi a területet, védi a picit, véd engem, és ez neki nem fér már bele. Ez neki már egy kicsit sok volt. Menj innen, menj innen! Most jön a rugdosás. Igen, válaszoltam, hogy a terület miatt, a kishattyú, meg én, meg azért, mert ez a kis gyogyóska főgerjeszti a gágogásával. Főhergeli. Totó, mennyi vissza enni? Igen, hergeli, picit nem bántja, nem, képzeljétek el, Lulu mindig a központban van. Igen, meg a talpam alatt, mert ott érzi magát csak biztonságban. Totika, figyelj ide, ezt meg kell beszéljük. Ezt meg kell beszéljük, életem. Mondd meg, hogy mi volt most a probléma. Mi volt a baj? Mi volt a baj? Szereted a gazdit? Szereted. És megvédtél? Ügyes voltál? Nagyon ügyes voltál. Mindenkit megcsípsz? Mindenkit bántasz? Igen? Most ezzel csak egy bajom lesz. Hát hogy fognak itt filmet forgatni? Forgatócsoportot is összeveri? Szkafanderba. Krisztiának emlékeztetés a családi látogatás. Igen, emlékezetes lesz a családi látogatás. Igen, mert nagyon csúnya lett a keze is, most már a lába. Egyre pirosabb a csontja, a pisíp csontja, mert nagyon megcsípte, vagy megütötte, bocsánat, mert oda nem csípett, hanem ütött. Hát mi van, hercegem? Megvédted a gazdit? Megvédted a gazdit? Mi? Hát gyere, szeress meg engem. Mutasd meg, hogy milyen büszke barátom vagy te nekem. Na, életkém. Hm? Megfordítom a kamerát, gyerekek. Melegszik ám a telom. 131-en vagyunk. Totóka, mennyi arra lefele? Mennyi? Hercegnőm, te itt mindig a nyomdokomba. Nem bántod a Tittit, ugye? Krisztián nem, nagyon nem csípi Totó. Hát Totó senkit. De már megint látja, hogy ott álltak az ajtóba. Egyszerűen, Krisztián, neked amúgy kéne menni a zsinórhoz. Nem fut át a zsinóron túl. Nem? Tudja, hogy ott tovább nem mehet. Totó, állj már le! Álljál le! Hát nem hiszlek el, komolyan. Álljál le! Álljál le! Nem kell mindig verekedni. Én elhiszem, hogy kemény vagy, kipattintottad magadat. Én járok kondiba, azt ő a kemény. Hát azért, mert ő is jár velem kondiba. Szia! Igaz, drágám? Igaz, szereted a gazdit? Szereted a gazdit?
szereted a gazdit? Hallod, le se veszi a szemét rólatok. Igen. Aha, így kikerül, pedig mindig hagyja, hogy adjak neki puszit. Most a puszim se kell neki, annyira figyel rátok, hogy, aha, hogy mikor tud megtámadni titeket. Tegnap mit csinált volna az udvarba? Az udvarba? Hát ott, mert te csak a konditerem mellé jársz. Egyen meg azt a pampulámat. Komolyan, tudjátok kihez hasonlít a Lulu? A viselkedése is, meg minden. Louis de Finesse, nem? Az ilyen fékhegyelmi volt. Huncut vagy Totó. Mennyi vissza, drágám? Menjünk vissza oda a tepszihez, ott tudsz inni. Mennyi? Mennyi, mennyi? Szép napot. Nektek is. Na menjetek. Viki azt mondja, ráhasonlít a Lulu, de nézzétek meg. De látod, Viki, ő puszígatja a talpamat. Akkor is rád hasonlít? Akkor neked is puszígatni kell a talpamat. Lulu, de... Hát, ha tudsz futni, de arra kéne, és gyorsabban is a bokorba be tudsz futni. Ne félj, oda nem követ. Ez inkább más. Elég? Krisztián azt mondja nagy sport múltjával, hogy ma már többet nem szeretne futni. Pedig azt hallod, hogy futott utánad a pici hattyú is, a Lulu is, a szurkót. Nem tudom, hogy neked-e, de nem tartom valószínűnek, hogy neked. Hallod, azt írja Petra, hogy légy szifus már még egyet. Petra, gyógyuljon meg. Azt mondták, hogy gyógyulj meg. Hallod, itt írja mindenki, Krisztián, hogy akarják látni az akciót. Azt kéne, Krisztián, hogy ide jössz mellém, és akkor mondom, hogy 3, 2, 1, és meglátjuk, hogy melyik ötök ér hamarabb oda be a bokorba. Na, megpróbálsz egy versenyt vele? Ő indul a jobb oldalamról, te meg indulsz a balról. Elfáradt a Krisztián, nem bírja szegényem már. Azt mondta a Petra, attól meggyógyulna, ha futná egyet. Na, bevállalod? Na, várjál, lefogom. Gyere ide mellém. Aha, várjál. Anita, vedd fő videóra. Várjál, Totó, várjál. Gyere egy kicsit közel, és arra fussá a bokorba, csak neki ne szaladj az ablakoknak, mert nyitva vannak. Na, a hercegnő már indítja a gerjedést. Azt mondja mindenki, hogy nézzük. Nagyon örülnek, hogy de jó. Na, Krisztián elsőbb tapsolja Totónak. És lehet... Megy! Fussd be a bokorba! A fejed! A fejed! Pazd meg! Elestél! Júj! Várjál! Jövök! Fussd be a bokorba! A fejedet be ne üsd! Fussd be a bokkorba, oda nem megy utánad. Kerüld a gond. Totó, álljál le. Nagyon jó vagy. Hát nagyon... Hercegnő, hurcokodj innen. Menj innen. Hurcokodjál innen. Mindenki jön szurkolni. Hello. Ne. Úgy. Azt mondták, hogy nagyon brutál voltál. De még sziszeg is. Bemegy Totó a bokorba. Igen, beröpült a bokorba is. Kérdezték, hogy jó vagy-e? De és nem tört el a lábad itt a gödörbe? Hogy mit csinálsz? Ott kacsingat ki a gödör. Nézzétek, ott van a bokorba, elő sem mer jönni. Nem törte össze magát. Mindenki azt írta, nagyon szépen köszönik. Küldözgetik a rózsákat. Titti legalább tanul. Na, Krisztián, behajtom a Totót, mert ez így nem lesz jó. Totó, menjünk befele. Menj már a bánatba, herceg! Júj! Neki mész! Titti, ne hagyd magad! Igen, jól van. Krisztián nagyon bátor volt. Azt mondták, hogy gratulálnak, nagyon bátor voltál. De, ahogy látom, ott lihegsz a bokorba. Azt írták, hogy ez brutál jó volt. Totok a mennyibe, mert nem tudunk mit csinálni.
egyszerűen ma extra hangulatodba vagy. Lulu, ne hergeld! Jó, bazd, menj oda, menj oda! Totó, kapd el, kapd el, kapd el! 156-an... Nézd, nekem ugrott a Lulu! Hát az anyádat, azt! Azért, mert meglöktem. Mennyi, 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 figyeljétek! Nekem ugrik, mennyi, mennyi. Csipje meg a Totó, csipje meg, mennyi, mennyi, mennyi. Totó, kapd el, kapd el. Láttad, hogy nekem ugrott a Lulu? Fölugrott a térdemig. Az anyád. A barátságunknak ezennel vége, hercegnőm. Becsukom a Totót, jó? Na, nem arra, Tottika. Nem bántod a Tittit, nem. Menj arrébb! Mennyi, hercegem? Nekem adod... Na, gyerünk! Na, repüljél, gyere! Gyere, 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 menjél, 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 menjél! Nagyon ügyes vagy. Gyerekek, kövessétek be az oldalam. Legyünk minél többen. Menj oda, menj oda! Kapd el, kapd el! Azaz! Nagyon jó voltál! Figyeljétek! Megcsíp, amiért odalöktem. Na, helyedre, befele, drágám, befele. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Na, gyerekek, ezt a videót letöltöm, és ezt fel fogom rakni a YouTube-ra. Ma este 8 órától látható lesz a verekedés, meg ahogy a Krisztián szaladt. Titikém, te most mibe mész oda? Igen, ma birkózók, akit reggelizett a Totó. Mert ma extrán futni kellett volna. Én futottam, amikor láttam, hogy a Krisztián elesett. Ja, tegnap itt se. Letöltöm azt is. Hopp, hopp, hopp. Menj onnan. Mennyit otókám. Birkózók, akit reggelizték. Lulu, te biztos nem mész oda be. Jó. Gyere, Tittikém, gyere! 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 Oda megyünk a Kajcsihoz, jó? Na gyere, drágám! Totó elment fürdeni. Itt a Tittike. Viszem. Gyere, életkém! Itt a kajcsikád is, meg a vized is, mindened. Gyere! Itt szalad utánam a fékegyelmű. Na gyere! Na gyorsan egyé, gyorsan, gyorsan, menj innen, Lulu. Hogy pedáloznak, igen, meddig lesz nyitva a Madárpark szombaton? Ildi, 5-ig vagyunk nyitva, 4:30-tól már nem szoktak beengedni senkit. Elfáradta? Meg megijedtél, azért mert meg lehet, nem? Most mondd azt, hogy nem. Nem tudom, mibe estem el. Gödörbe. Ja. Még az lett. Ki vezetett volna haza, ha eltörik a bokád? Szegény Krisztián még a bokorban van. Nem. Már ide kijött. Nem mutatom a fejét se. Nem akarom, úgyhogy... Amikor elesett. Gyógyszer miatt kérdezem. Milyen gyógyszer miatt? Mi te szedsz gyógyszert? Hát szedek, de nem tegnap volna. Kire? Akivel tegnap gyógyszerről beszélgették. A győri. Ja, de mi van vele, hogy akkor... Sziasztok, szép napot neked is, Brigitta. Ki mert jönni? Igen, már kijött, itt már pihen szegényként, ott üdögélt. De csak a lábát mutatom. Hálásan köszönjük ezt az élőt. Krisztián, neked külön. Szia, Brigikém, szia, drágám. A gyógyszer miatt kér... Ja, most esett le. 5-ig, úgyhogy gyere, és akkor a csajoknak szólj. Megadom a telefon. Figyelj csak, a Facebookomon nyilvános a telefonszámom. Ott fel tudsz hívni majd, amikor ide érsz, és akkor én intézem neked azt a gyógyszert. Krisztián, többet menjen hozzád, Gábor. Csak éppen akkor vasulám. Azt mondja, a feleség az Anita, hogy vasöltözékbe esetleg. Hát igen, azért sokan a lábbecsülik, és ugye tud ütni? Tud, meg milyen gyors. Gyors. Hiába nagy testű madár. Hogy bekanyarodott itt? Azt hittem,
Azt hiszem, én. Egyébként azt hittem, hogy ilyen derékszögben nem tud bekanyarodni. Bekanyarodott. Azt mondja Krisztián, de te sajnos bekanyarodott. Hogy ott neked, Ajcsit, köszönöm előre. Hagyok. Jaj, nem kell, Ildikém, nem kell, de hogy is nem ajándékért adom én neked azt. Ott van a szeren, a Krisztián, azt mondja, Vik, azért ott voltál szeren. De bazdik, arra se gondoltam, hogy a bokorba bemegy utánad. Ez hogy kikergetett a bokorba? Azért hiszem, hát. Annak örülök, hogy elesett. Igen, annak a Totó nagyon örült, mikor elesti. De nem kellett erőködnie. Attól féltem, hogy ki ne üsse a fogadat. Mert ahogy már akkor egy színbe vagy vele, és ahogy suhant egyet, nem a tollával okoz fájdalmat, hanem a csontjával, szárny csonta. Már megérte nézni titeket. Bár mindig jó. Szeretnének hetente kétszer ilyen live-ot. Húszezer a benzinpénzed. Nem mutatom az arcodat. 30-at dobjanak rá. Azt mondta Krisztián, hogy 20 a benzin, a kiszállási költség, és 30 az akció. De akkor valamilyen nagyon olyan akciót akarnak látni, azt mondták, vagy azt írják, ahol történik is valami. Igen, igen. Jó. Ha megjavul a szeme, akkor nekem az mindent is megér. Ja, nem a tiéd, a madáré. igen, Ildi. Veszélyességi pótlék nem kell, kérdezték. Az még plusz 10. Az még egy plusz 10-es. Gyerekek, össze kell dobni, ki kell rakni a bankszámlaszámomat, össze kell dobni azt a lóvét, és akkor a hetente lejön kétszer, és akkor csinálja az akciót. Igaz? Ez nem sokára, nézd, ez is neked akar menni, Krisztián. Nézd, na! Nem, szerintem a... Gyere ide, szerelmem! Hát gyere ide, pempikém! Csak a lábad van benne, cipőd. Mi van, elfáradtál te is? Ja, mert elkergette most a Lulu, mert bitorolja a tálcát. Lulubel! Szia, Jennikén, szia! Hogy a gyerekek ezt a mai verekedős videót meg ne próbáld, mert tekerek a nyakadon. Lulu! Viki, viheted is a bánatba. Gábor, mikor lesz moziba a film? Nem tudom, majd még eztán kezdődik a forgatás. Jaj, a Luluka is ott van. Totót be kellett csuknom, gyerekek, mert neki ment a unokatesóm, itt van. Ezt annak mondom, akik most érkeztek a live-ba. És nagyon neki ment a Krisztiánnak. Tegyük a lábosba. Ó, nem tudom, mi a neved. Vigyázz az ilyen kiírásokkal, mert a moderátorok az ilyeneket kiszokták tiltani. Szia, puszi, Zsuzsi. Petruska, nem kell egyből. Adni kell nekik lehetőséget kettőnél. Harmadiknál rakjuk. Ki kellett nyomnom, mert hívtak, úgyhogy megint szaggatott. Lulu! Meg ne próbáld! Itt maradsz. Most kezd a Totó is egyébként megnyugodni. Jött egy hülye vevő, lemaradtam a fájtról. Ne lábasba, sütőbe. Vigyázzatok az ilyen kiírásokkal, gyerekek, mert a moderátorok egyből le fognak tiltani. Ez ilyen figyelmeztetés jellegűen mondom. A következő ilyennél tudti, hogy a 10-12 moderátor egyből ki fog tiltani. Nem jó a hang? Nem tudom, Ildikó pedig. Melyik, Lulu? A hercegnő. Mikrofon. Pedig nem fogom, az állványt fogom, nem a telómat, úgyhogy nem tudom. Adjatok, gyerekek, a lehetőséget annak, hogy most valaki beír egyet, hogy sütő meg a lábos, azért egyből mindjárt ne tiltsátok ki, mert lehet, hogy csak poénnak szánják. Jó a hang. Na, szupi. És tudod, azért én majd figyelmeztetem, ha látom, és akkor nyilván a második, harmadiknál már utána ki lehet rakni. Na, drágaságaim, látom, 158-an vagyunk, a Krisztián még mindig pihenget, nagyon elfáradt, a Totó két körbe úgy megkergette, hogy csak úgy néztünk. Én se gondoltam, hogy még a Krisztián után bemegy a bokorba, és kiűzi a Krisztián még a bokor. Képzeld el, mikor valaki bent szarik így a bokorba. És a Totó csak úgy ott teremne a bokorba. Szerintem úgy össze is fosná magát az ember.
ott gugolna bent valaki a bokorba, és ilyen hasmenéses kondenszcsíkot húzna. Köszönjük szépen, gyerekek, kövessétek be az oldalamat, arra szeretnélek kérni titeket, legyünk minél többen, lesznek még ilyen live-ok. Mondd a Krisztiánnak, meggyógyultam, Petrus meggyógyult, mert ő neki ez a videó, ez nagyon fontos volt. Totó segítene a székrekedésben. De nem ijedtél meg. Nem. Nem. Erre is számítottál. Akkor. De erre is számítottál, hogy futni fog utána. Aztán jövök a gödörből, hogy tetszik. Hova? Menjél te. Jó. Gyerekek, ki kell lépnem, mert jön egy csoport. Szia, Totó, ilyen, ha igen. Igen, elmehetsz most is. Igen, ilyen harcias a Totó egyébként, ugye, mert védi mindig a területét, meg ugye engem is, meg szerintem most valószínűleg tartom, hogy a kishattyút is védte, mert utána oda ment hozzá, és úgy nyugtázta a jelenlétét, és érdekes módon nem bántotta a picit. Úgyhogy szia, Brigikém. Úgyhogy gyerekek, ki kell jelentkeznem, mert jönnek a síró smiley-k, hogy vége a live-nak, mert tetszett nekik. Köszönjük a live-ot, én köszönöm, Ildikó, hogy itt voltatok. Kövessétek be az oldalamat, és ezt a mai videót ma este 8 óráig fel fog kerülni a YouTube oldalamra, meg a fürdőzős is, amikor belebuktam a kertitóba otthon. Ezeket ma föl fogom rakni, jó? Mert 5:30, 6:30, mire hazaérek, 7 óra, itt megfürdettem, meg megetettem. Ja, 8-ra fent lesznek a videók. Jó, mind a kettő. Na, puszi pacsi mindenkinek, legyen szép napotok. Köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, sziasztok, és kövessetek be.